Tom, 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 Timi Tom. Bulizó sláger zene szól a színpadon. Tom, 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 szól a dal neked. Énekeld velem a slágered. Kedves nézőim, szeretettel köszöntöm Önöket, a Timi Tom Klub műsorát látják. Hallgassuk László Tamás dalát. Mindenben még él, az a régi dallam, szememben még könnyed csal a szél. Visszahajtanám az idő kerekét, boldog évek, nyertek vissza még. Hóna kert a sok virág, köszöntelek, László Tamás, itt a Timi Tom Klub stúdiójában ismét, de remélem nem utoljára. Igen, és köszöntelek téged és a kedves nézőket is. Örülök, hogy itt lehetek. Hát nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét eljöttél, és ismét hoztál két nagyszerű dalt nekünk. Ezekről a dalokról lehet tudni valamit? Hát igen, lehet tudni. Mert ugye nem azért készültek ám, hogy titokba tartsuk. Igen, igen, igen. Hát az egyik dalom, a Játsz velem című nóta, az egy nagyon jó zenész barátom készítette. Ő már sajnos nem él, nincs köztünk. És azért is hoztam el velem, hogy azért megmutassam. Emléket állítani. Igen, igen, igen. Hát a másik az meg Tibó barátomnak a nótája. Hát igen, érződik, hogy slágergyanús. Igen, a hosszú éjszaka. Igen, 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 érződik, hogy slágergyanús. Nagyon klassz volt mind a két dal, amit hallhattunk tőle, illetve hát amit a kedves közönségünk hallott és hallani fog, ugye, mert megszoktuk, hogy ez a hármas tagozódás megy. Egy dal, egy beszélgetés, igen, és egy búcsú dal. Tomikám, mióta nem találkoztunk, azóta mik történtek veled? Mert hát már ugye azt megbeszéltük, hogy kezdődött a pályafutásod, igen, harmonika, igen, egyéb dolgok. Viszont most szeretném, ha mesélnél róla, hogy ebben a szűk két hónapban, mióta itt voltál, azóta milyen fellépések, milyen dolgok értek? Hát azóta játszottam egy-két helyen, de inkább most a vállalkozásommal foglalkoztam jobban, mert ugye a vállalkozásom az ugye személyszállítás. Igen, ezt megbeszéltük, hogy busszal. És ugye a május, június, ezek a hónapok azok, itt azért menni kell, ugye gyerekkirándulások vannak, osztálykirándulások. Hát ugye az iskolások ilyenkor ugye évvége felé ugye mennek az osztálykirándulások,
és hát gondolom, hogy igen, és most nem, ezért is nem is fogadtam nagyon ugye májusban, mert hát ugye azért mind a kettőt szeretem, de azért nekem ez a legelső azért a munka, igen. Hát a buszozás. Igen. És hát most egyelőre nem zenélek, majd júliusban lesz először. Júliusban kezdődik a igen, szezon? Már, igen, hát nem a szezon, hanem akkorra fogadtam. Igen, most világos. Május-júniusra nem fogadtam, mert jó. Hát ugye ezt kell csinálni. Azt, amikor látok buszban, ugye mennek a buszvezetők, és hát most különösen ugye a hajóbaleset összefüggésben ugye mindenféle balesetekkel ugye elkezdik a különböző médiák összefüggésbe hozni, ugye a buszbaleset, a siófoki buszbaleset, stb. Hogy micsoda borzasztó felelősséggel teljes, felelősséggel járó munkakör az, hogy az ember mögé beül 40 gyerek, felnőtt, mindegy, utas. És azokért felelősséget vállalni. Hány kilométert vezettél már balesetmentesen? Hát... milliós nagyságrendű? Igen. Milliós. És közel van a 4-hez. Közel van a 4-hez. Igen. Hát ehhez csak gratulálni tudok, hogy feláll a háta van a szőr. Hát 40 éve, több mint 40 éve csinálom igen. Azt. Igen. És 30 éve lesz, hogy saját vállalkozásom van. Igen. És az előtt is egy buszoztam egy cégnél, és 90-től csinálom saját vállalkozásba. Igen. Csodálatos érzés lehet. Hát igen, jó, szép. Mind a kettő gyönyörű ez. Igen. A zene is, meg ez is. Igen. És mikor a buszülésből beülsz a szintetizátor mögé, akkor pedig ott van előtted a közönség. Igen. És felszabadultan ráeresztheted magad, és a repertoárodat a közönségre. Hát, van olyan is. Mesélje, a kedvenc dalod van? Hát, nem is mondanám, hogy talán kedvenc dalom van, minden egy úgy szívem. Vagy kedvenc, lehet, hogy én kérdeztem rosszul, kedvenc stílusod? Hát igen, ha mondjuk nem szólnak hozzá, csak magadtól muzsikálsz, akkor magadtól milyen dalokat szedsz elő legszívesebben? Szeretem a lassú, ezeket a lírai. Lassú lírai dal? Igen. Igen. Hát a mulatós az meg, hát ugye, vagyis hát a gyorsabb stílusok azok már. Hát a mulatós az ugye a belejárója. Aki ott van, aki ugye igen. Az embert. Nincs mese, mulatós nélkül nem ússza meg az ember, hát, ugye? Persze, hát, de inkább így lassukat szeretek, hogyha egy magam vagyok, ugye játszogatni hallgató nótákat is. Hallgatókat is? Igen. Mármint a hallgató alatt a magyar hát, nótákat. Igen. Azokat igen, is szeretem. Igen. Nekem a érdekes módon, én magam ugye ritkán énekelek hallgatót, szinte csak rendelésre, ha mondjuk úgy muzsikálok társaságnak, de van egy kedvenc hallgatóma, ne szidjatok soha engem. Igen, hát el tudod húzni azt nekem? Igen. Köszönöm szépen. Legközelebb élni fogok a lehetőséget. Hát egy harmonikát hozol, akkor azzal is el tudom. Legközelebb mindenféleképpen. Hát nem is tudom, hogy alakult ez ki az emberbe, de sok emberben van egy ilyen dal, ami úgy mélyebben érinti, vagy jobban megfogja érzelmileg. És pedig én Isten igazából tánczenész vagyok, de mégis van egy ilyen magyar nóta, ami így persze, rögtön beugrik. Hát ugye én is ugye ezt csináljuk, hát amit te is végül is, de hát most egy születésnapos felkérésre hálmész, ott kell játszani. Hát hogy? Ilyen hallgató lassan. Én egyszer képzel, most tud. Voltam nem olyan régen egy 50 éves szülinapon, 5-ször kellett eljátszani a boldog születésnapot, és akkor jöttek, hogy hát még egyszer eljátszanál? Hát mondom, természetes, azért vagyok itt. És akkor mondom, hát, tudja, aki örömlánynak szegődik, az engedje, hogy... Szóval érted? Hát ez van, ez a mi szakmánk. Igen, hát amit kérnek, azt tudjuk, azért teljesítsük. Pontosan.
Pontosan. Nagyon örültem, hogy itt voltál ismét, és remélem, hogy még találkozunk, akár a nyár után valamikor ősszel, akár később mindig szívesen látunk, és nagy örömmel hallgatjuk a szebbnél szebb dalaidat. Én is örülök, köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon szépen köszönöm neked. Szigeti Eszter következik. Milyen különös, megállsz egy idegen utcán, egy idegen városban, ahol élsz, körötted száz cikázó reklám, de te máshol jársz gondolatban, s amit látsz, oly valószerűtlen az egész. S a fecskék messze télre szálltak, miért fakad fel minden újra élesen, miért remélem úgy, hogy újra látlak otthon. Zajlik a folyó, s a várra ezüst dír szitál majd. Léptünk nyomát rég belepte már a hó, vissza hozzád hogyan. Kedves nézőink, vendégem itt a Tibiton Klubban, Szigeti Eszter. Szeretettel köszöntelek. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy elfogadtad, és nagyon szép dalokat hoztál nekünk, és milyen meglepetés volt, hogy nem csak mások által írt dalokat tolmácsolsz, hanem saját dalt is írsz, nem is egyet, tehát több dalt, abból egyet kiválasztottunk erre a mai alkalomra, ami majd a beszélgetésünk után elhangzik, és hallgassák szeretettel majd a kedves tévénézők. Eszter, nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy kerültél kapcsolatba
a zenével? Hát szerintem ezt ugye az égből hoztam magammal, mikor megszülettem. Ja, a tehetséget az égből kapja igen, az ember. Igen, ez így van, ez igen. Így van. És hát szerencsésnek is mondhatom magam, mert egy csodálatos családba születhettem. És, ami manapság nagy kincs. Igen, igen, igen. Az azért mindig nagy kincs, de igen, ebben egyetértünk, hogy manapság főleg. Igen, úgyhogy tulajdonképpen a szüleim és az ő szüleik is nagyon-nagyon vonzódtak mindig is a művészethez, azon belül a zenéhez. Úgyhogy az édesanyám részéről komoly zenei érdeklődés vonal volt a nagyszüleimnél. Az édesapám édesapja pedig nótát énekelt a halászbástyán, úgyhogy ő pedig ezt a vonalat hozta, úgyhogy tulajdonképpen engem a zene vett körül mindent, a szigeti nagypapa tangóharmonikán játszott, zongorázott, úgyhogy hát szóval nem volt mit tenni zenész családba, vagy zenés, inkább helyesbitek zenés családba mondhatni, csöppentem. Mondhatni, az anyatejjel szívtad magadba a zenét. Igen, igen, igen. Mert az édesanyám szokta mesélni, hogy 2 éves forma lehettem, az édesanyám gyógypedagógus és végtelen türelme van, és rengeteget mondókázott velem, meg énekelt, amikor picike voltam, és hát akkoriban Békásmegyeren laktunk, és hát Szentendrére a barátnőivel gyakran ment biciklivel, és hát ugye akkor mi gyerekek voltunk, és minket előre vagy hátra pakoltak, de ez most lényegtelen, hogy velünk biciklisztek, és hát én nagyon szerettem az operetteket már akkor, és hát mit énekeljen egy 2 éves gyerek a bringán, nem az, hogy kicsike vigyázzon egyszer nagymama. Úgyhogy hát ezek ilyen dolgok, vagy amikor a gólya-gólya gilicét énekelte az anyukám, akkor kijavítottam, hogy de mama, ez nem úgy van, mert az anyukám mindenben szuper tehetséges, de énekelni azért annyira szépen nem tud, és hát hogy én ilyen hamar őt kijavítottam, és ezt mindig elmeséli mai napig, hogyha valaki úgy érdeklődik, hogy a gyerek mikor kezdett el érdeklődni a zenéhez, vagy hogy igen, igen, zene iránt. Tehát és akkor így a komoly zenei vonalat vitted, aztán középiskolába? Középiskolában, én zenei általános iskolában jártam, aztán ez a zenei képzés olyan formában megszakadt. Tehát gyakorlatilag a zenei általános iskola, az meg tudlak érteni, én is abban jártam, tehát ott szinte nap mint nap körül ölel a zene és a zene tanulás. Igen, 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 igen. És aztán gimnáziumban ez arra csökkent, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, hogy kórusba jártam, mert német tagozatos gimnáziumban érettségiztem, a budakeszi Nagy Sándor József gimnáziumban, hát, ami az életem egyik legmeghatározóbb pár éve volt, amit ott töltöttem, mind a tanárok, mind a diáktársak szempontjából csodálatos évek voltak, és hát ott volt egy csodálatos karnagyunk, énektanárunk, Barázs József, őt is megemlíteném akkor név szerint. Nagyon helyes, említsük csak igen. Meg. Aki aztán javasolta nekem, hogy ezzel a hanggal komolyabban el lehetne kezdeni foglalkozni, és tulajdonképpen utána érettségi után konzervatóriumot végeztem klasszikus énekszakon, ott Nemes Sányi Éva növendéke voltam. Nála jó pár évig tanultam, és aztán később kerültem Gyapjas Tiborhoz, aki a Magyar Állami Operaház bariton magánénekese volt, és aztán ő képezte a hangomat. És most pedig egy kedves közös ismerősünk, Tarnai Kis László. Akinek köszönhetően itt vagy, így és van, itt beszélgethetünk. Így igaz, így igaz. Igen. Innen is tisztelettel üdvözöljük őt, tanár urat. És hát a magyar nóta felé is elindult egy út, amiben ő óriási segítség. Na most ettől függetlenül ide a mi műsorunkban nem magyar nótát hoztál, hanem gyakorlatilag mondhatom azt a saját dalodhoz is, hogy inkább tánczene felé hajló. Igen, igen, igen. Sok dalod van? Hogy jött ez hogy nem csak interpretálsz, hanem írsz is? Ez nagyon érdekes dolog. Én verseket már gimnáziumban fabrikáltam, de szerintem ezzel mindannyian így vagyunk. Ja, rímet faragni, nem nehéz. Juli néni káposztát főz. Ennél egy fokkal jobb volt. Na hát ez, de... most, ja, ez most csak úgy jött, igen, tudod. Ez a zsengád, igen. Hát én a tehetség utat tör. Úgyhogy, hát igen, és aztán elég sokat kellett várni, mert verseket mindig, aztán különböző alkalmakra, hogy ez lenni szokott, meg úgy magamnak, meg jöttek ezek az érzések, nagy szerelmek, a nagy csalódásokat, és akkor ez így a versben. Neked is volt. Egy? Vagy... igen. Istenem. Igen. És aztán
felnőtt koromban az édesanyámnak eljött egy jeles évfordulója születésnapok kapcsán, és akkor valami nagyon-nagyon szépet szerettem volna neki ajándékozni, és akkor úgy elhatároztam, hogy hát írok neki egy dalt, tehát mi az? És hát egyébként, hogy mi az, tehát minden tiszteletem a költőké, mert szerintem egyébként a jó dalszövegek egyébként jó versek is általában, úgyhogy én nem tartom magam ilyen formán így szövegírónak, de hát született egy dal, és hát amikor azt lejátszottam neki a születésnapján, akkor bizony-bizony mind a ketten sírtunk, mert szerintem azért nagyon, nagyon szép lett, nem azért, mert én írtam, hanem azért, mert az én anyukámról írtam. És ez melyik dal? Nek az a címe, hogy Angyal, mi meglepő, és az anyukámról szól. Hát majd legközelebbi adásban majd azt hozom. Igen. De egyébként ezt az Angyal című dalt, ezt azért a YouTube-on a kedves nézők azért meghallgathatják, attól függetlenül, hogy még nálunk itt nincs felvéve, mert amatőr felvételen vagy egyéb más formában azért a YouTube-on megtalálható. Így igaz. És hát akkor rátérnék itt az édesapámra, akinek szintén egy jeles születésnapjára készült el ez a Legkisebb Királyfi című dal. Hogy beleválasztottam? Igen. És azért gondoltam egyébként ezt az éneket, mert ahogy előzetesen beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen ennek a műsornak mi a célja, azt gondoltam, hogy abban úgy benne van az az egész arszpolitika, itt most nagy szavakkal szeretnék dobálózni, ami bennem él és megfogalmazódott, hogy azt, amit a szüleimtől kaptam, azt azon túl, hogy köszönöm és igyekszem meghálálni és kamatoztatni, azt majd továbbadjam. És ezért választottam ezt a dalt. Igen, hát ez az arszpolitika, ez tulajdonképpen ez egy csodálatos gondolat, és ezen gondolatok jegyében, ha megengeded, hagy szakítsam végét ennek a beszélgetésnek, mert hiszen az időnk véges. Nagyon örültem, hogy itt voltál, remélem először, de nem utoljára. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hallgassuk a Legkisebb Királyfi című dalodat. Köszönöm. Bye.
megöregszel, legkisebb királyfi. Én mondom tovább majd a mesét. Nem felejtem, mit tőled tanultam. Az, hogy a jó mindig célhoz ér. Apa mesél nekem a világról. Ugye a jó mindig célhoz ér. Apa, te vagy a legkisebb. Következik K.O. Laci és partnere Bea. Kedves nézőim, szeretettel köszöntöm itt a Tibiton klubban K.O. Lacit és párját, Beát. Köszöntünk mindenkinek. Mielőtt elkezded, fogadd el tőlem, de ígérd meg, hogy előbb a nejed fogja használni. Ó, olyan harcias nejem van, és még boxkesztyűt is adjak a kezébe? Igen. Hát igazán nagyon szépen köszönöm, hagyj mutassam meg a kamerának, hogy mit kaptam K.O. Lacitól és kedves párjától, Beától ajándékba. Most aztán, jó, rendben, meggyőztetek, kesztyűs kézzel fogok veletek bánni itt a beszélgetés folyamán. Tehát azt hiszem, hogy mi már a Tibiton klubban nem először találkozunk, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy akkor még a Tea Glóriával című műsorban, hála Glóriának, aki ugyan ebben a televízióban vezet egy másik műsort, és akkor még nála volt a Tibiton klub, ott találkoztunk, tehát nem először látlak titeket vendégül, de így önálló műsorban most először, és ennek igazán nagyon örülök, hiszen azóta annyi minden történt, hogy van mit mesélni bőven. Első és legfontosabb kérdésem, hogy kerültetek látókörben az RTL klubban? Ezzel kapcsolatban egy pár szót akkor szólnál, Laci bácsi, te, vagy nem tudom, beléd lehet folytani a szót most? Hát ezt inkább ő válaszoljon erre. Az igazság az, hogy a Budapest TV-ből szedte ki bennünket, az RTL-be, és akkor adtuk le a műsorunkat. Uh-huh. De örülök, hogy veled vagyunk újra, és remélem még sokáig leszünk. Ja, mert tulajdonképpen ugye a történeti hűség kedvéért hagyd mondjam el a kedves nézőknek, hogy a Budapest TV-ben annak idején, még a történelem előtti időkben volt nekem, maga, én nekem is volt egy műsorom,
ahol ti gyakorta vendégek voltatok, igen. És tulajdonképpen azokból a műsorokból szemezgettek fellépőket, és onnan, tulajdonképpen onnan találtak meg az RTL-be, és így kaptatok lehetőséget. Így bizony. És akkor most meg itt vagytok ebben az óriási tévében, a hatos csatorna stúdiójában. Ez a jó, mert legalább látnak. Igen, és országvilág előtt megmutathatjátok magatokat, hogy igenis, a szépkorúak is tudnak zenélni, tudnak jókedvűek lenni, tudnak jó hangulatot csinálni, táncolnak, vigadnak, és nem búsulnak, és nem buskomaran ülnek otthon. Ugye? Az biztos, nagyon sokat. A számaim, tudod milyenek, igen. Úgy loptam az életből, ebből a 60-70-80 évvel közel. Milyen gyorsan elszaladt? Úgyhogy... Hány dalod van, Laci bácsi? Csak 180. Csak 180? Csak 180 dalomban. Igen, és mind a 180-at folyamatosan repertoáron tartod, vagy vannak kedvenceid? Mert most gondolom, amiket most idehoztál, idehoztatok, azok gondolom, hogy talán a gyakrabban játszott slágeresebb dalait közé tartozik? Igen, igen. De igazság az, hogy kérdezték tőlem, hogy létezik az, hogy egy profi boxedző, ahol sokszor... Ugye, hát bocsánat, de a közönség, illetve a tévénéző közönség nem biztos, hogy tudja, vagy emlékszik rá, hogy tisztáztuk, hogy azért vagy K.O. Laci, ja, mert ugye a boxból jön a K.O., ugye, aztán totál és aztán a számaimat is előadom, ott is totál K.O. És akkor kérdeztük, hogy létezik az profi boxedző, ahol sokszor nagy fülesek mennek, meg véres akármi. Hát mondom, az úgy szokott lenni, hogy 2-3 versenyzőmet összeverek, utána leülök, és írok egy szerelmes dart, vagy kettőt. Jó kis romantikusat. Igen. Szeretem a keringőt, Rockyt, mullatos, ez mind bennem van, és előjön. Úgyhogy egész reggeltől estig állandóan ott ülök, kottázok, meg hozza nekem az anyagot, hogy másolja. Megtartja a rajongókkal, meg a közönségeddel a kapcsolatot, ugye? Mert a Bea a számítógépen professzionálisan működik, ugye? Hát ezt a beszélgetést és ezt a fellépést is ide a televízióba, ugye? Hát Beán keresztül, menedzser asszonyon keresztül intéztük, úgyhogy te profi módon csinálod. Bár ugye mi már mondhatjuk így is, hogy analóg emberek vagyunk, de azért a számítógép világába bele kell, hogy jöjjünk, hát igen, mert igen. Most már napi szinten kell nekünk is használni. És fontos, mert jól lehet tartani a kapcsolatot. Bizony. Bea, te a Lacinak a műsorába hogy integrálódtál bele? Mert először ugye egyedül állt a színpadon. Uh-huh. Aztán ugye otthon gondolkodtatok rajta, hogy mivel ugye az életben is egy párt uh-huh. alkottok, hogy ezt valahogy akkor össze kéne hozni, hogy a műsorban is aktívabb szerepet tudjál vállalni? Vagy hogy jött ez? Szerintem nem beszéltük meg. Eleinte tényleg csak ott ültem, hallgattam a zenét, nagyon tetszett, jó kedvem volt. Lehet, hogy felálltam, és ott előtte táncoltam, és egyszer csak kijött belőlem, odaálltam mellé, és elkezdtem táncolni. És aztán ezután több és több műsorban csináltuk, Laci megkedvelte, elfogadta, hogy táncoljak mellett. Csak utána meg a kezedre hozta a boxkesztyűt. A marakodás elkerülése véget. Ha rosszul csinálom, akkor fölkapom a kezemet, mert nem látom, hogy jön. Füles. Jön a bal, kezi csokkolom, jött a bal. Igen. És én nagyon-nagyon szeretem a magyar zeneit, már régóta, mert uh-huh. Amerikában ott éltem sok évig, ott volt egy magyar rádióműsor, uh-huh. És én voltam az egyik bemondó. Amerikában? Hol? Mert hát óriási Amerikát. Több helyen. Keleti part, nyugati part. Igen, nagyon sok évig Ohio, ami inkább a közelepén van. Ott volt a magyar rádió műsor. Igen. És folyton a magyar zenét játszottam.
utána California, Los Angeles, ami közel Hollywoodhoz, utána meg Las Vegas, ahol lehetett kaszinóba járni. Viva Las Vegas! Igen. Hát ezek gondolatok egyébe akkor, hogy viva Las Vegas, és ilyen a zene. Igen, nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy itt voltatok nálam, a Tibiton Klubban, és bemutatkoztatok, és remélem, hogy a országvilág előtt a tévénézők nagy megelégedésre szólnak a dalaid. Köszönjük mi is. Köszönjük szépen. Nagyon örültem, és köszönöm az ajándékot, a külön. Viszlát. Varga Balázs dalai következnek.
nagy örömmel mutatom be Varga Balást, a Tibiton Klub közösségének. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt vagy, Balázs, és hát végre egy friss hús, egy fiatal ember, aki most még nincs is, szinte nincs is túl az érettségi, jól gondolom? Így van. Vagy jól tudom? Így várt meg egy szóbeli vizsga meg előttem áll, úgyhogy... A matekon túl vagy már? Túl, persze. Oh. Én is azt mondom, úgyhogy... Mert általában a zenészek nem csapkodnak olyan őrült magasságokba matek. Igen, hát azt már én is hallottam. Így van, hogy valami összefüggés. Elég 12-ig számolnunk, mert ugye 12 fél hang van. Így van, vagy legalább az akkordokat megszámolni. Igen. Balázs, mindenkitől megszoktam kérdezni, és azt hiszem, hogy lassan megszokta a tévénéző közönségünk is, és el is várja tőlem, hogy megkérdezem, hogy indult a pályafutásod? Mesélj egy picit, nem volt olyan régen, biztos minden részletre emlékszel. Hát, így van, igen. Isten igazából, én ugye általános iskolában még voltam talán egy olyan negyedik, ötödik osztályos, valahogy így volt. 10-11 év körül. Így van. Zeneiskolába jelentkeztem, illetve úgy igazából majdnem, hogy nem is annyira akartam, de azért zongorára azért édesanyám beiratott. Enyhe aztán... szülői ráhatás, menjél, fiam! Hát azért nem egészen, de igen, és akkor ott tanulgattam 2 évet, de aztán a szolfézsra úgy döntöttem, hogy ezzel inkább nem küzdök, aztán inkább abba is hagytam. Aztán hát egy olyan 2-3 év után elővettem azért a szintit, aztán gyakorolgattam rajta, ösztönöztem magamat rá, aztán... És a szintetizátor már tetszett. Így van, és aztán kénytelen hát voltál egy kicsit az elméleti részeivel is persze, ismerkedni. Persze, azért mindig azért ugye érdekel azért, hogy mégis azért megláttam, milyen jó hangulatot lehet vele teremteni, stb. És ugye akkor úgy én is kedvet kaptam hozzá, aztán hogy magamat tanítottam, úgymond, inkább úgy mondom, hogy... Uh-huh. Tehát gyakorlatilag, amit most látunk tőled, azt gyakorlatilag mondhatjuk úgy is, és kijelenthetjük, hogy egy icipici kis zeneiskolai kitérő után autodidakta módon sajátítottad el? Így van, hát én ugye Isten igazából én hallásba játszom, tehát most természetesen tudom az akkordokat és a többi, de én úgy vagyok vele, hogy én inkább hallásba játszom, tehát hogy meghallgatok egy dalt, és akkor fülemben marad a dallam, följátszom, és akkor alá meg az akkordokat, és akkor... A repertoárodat hogy alakítottad ki? Mi motivált abban, hogy egy dalt megtanulsz, vagy nem? Az, hogy neked tetszik, vagy már előre gondolkodtál, hogy ezt be tudom állítani a repertoáromba, hogy a közönségnek tessen? Igazából ugye először... Ugye inkább arra mentem, hogy én nekem tetszik ez a dal, ezt most muszáj lesz megtanulnom, már annyira bejön, hogy aha, ezt most muszáj lesz megtanulnom. De természetesen aztán később azért már próbáltam ugye arra is koncentrálódni, hogy most a közönségnek mi kell, mi nem, stb. Mit kedvelnek, mit muszáj bulibán játszani. Tudod, hogy most engedd meg az idősebb jogán, hogy elmeséljem neked, hogy például nekem például volt olyan dal, amit egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy megtanuljam, mert annyira nem akarom azt mondani, hogy rossz volt a dal, és meg se nevezem a dalt, mert nem akarok senkit megbántani, de annyira taszított a dal, hogy borzasztó. És mit ad Isten? Egyszer csak kérték. És akkor szégyeltem magam, hogy nem tudom, pedig csak azon múlt, hogy nem tanultam meg, mert egyébként egy pofonvágás szintű egyszerű dal volt az egész 3 akkord, és akkor aztán gyorsan elővettem, pikpak megtanultam, és már legközelebb már azt is. Szóval néha ezzel azt akartam mondani, hogy... Helyezni a... Igen. Tehát túl kell ezzel lépni, hogy most nekem tetszik, vagy nekem nem tetszik, hanem azzal a foglalkozni kell a közönséggel. Igen, is, igen. Tehát azt kell szem előtt tartani, hogy ezt most be tudom építeni, a hangulat emelése céljából, hogy a közönség jól érezze. Így van, így igaz. Igen.
Igen, igen. És akkor a mulatossal hogy állsz? Most mulatóssal... Mert Isten igazából most nem olyan dalokat hallottunk tőled. Nem, hát próbáltam. De hát aki gyakorló zenész, mint ahogy te is, mert hát hiszen ebbe az irányba haladsz, és reméljük, hogy ez a műsornak az országos nézettsége is elősegíti egy kicsit a pályafutásodat. Hát akár kimondva, kimondatlanul, de hát kell ilyen zenét játszanunk, hiszen a közösség igény. Így van, hát ugye... Ugye nem minden helyen, vagy nem minden helyen lehet játszani ezt a mulatost, ugye, ahol igazából vannak olyan, úgy mondom, hogy olyan elitebb helyek, szóval ott azért nem mindenki igényli ezt annyira ezt a mulatost, de természetesen azért azt is lehet játszani azért akárhol. Meg hát vannak olyan extrém helyzetek, például csak a saját példámból, hagyd meséljem el neked, mert most jó lenne, hogyha most elvonatkoztatnánk tőle, hogy itt a tévében vagyunk, és záros a műsoridőnk, és akkor most elmesélném neked, mint az öreg bika a fiatal bikának, hogy képzeld el, én egyszer játszottam egy marha elegáns négycsillagos szállodába, hú, mindenki smoking meg, amit a kinyalva, kikenve, kifenve, minden, amit akarsz, fú, itt aztán mit fogunk játszani? Hát éjfél után az asztalon... Tök mindegy volt, hogy... Az asztalon ordították a... Most nem akarom mondani, mert nem fizettek érte nekem, de a különböző jó kis dalokat, amiket ilyenkor ugye a mulatásban ugye el szoktak hangozni. Hozni. Igen, tehát... ilyen is van. De hát. Egyébként igazad van, hogy az a jellemzőbb, hogy egy olyan elit helyen azért ugye talán egy kicsit visszafogottabb. Így van, azért ott akkor elő kell keresni azokat a számokat, ami azért ott illik lejátszani, vagy ami ott megengedhető, szóval azért. És ezt te belülről érzed is, hogy mikor mit illik, vagy mit kell, vagy mit kellene, vagy milyen irányba vigyem. Persze, hát ezt muszáj, mert ennélkül a zenész nem zenész, úgyhogy... Pontosan, és ezt a főiskola és az akadémia ezt nem adja meg. Ez vagy benned van itt, vagy nincs benned. Hát ez így van. Hiába vagy agyon képzett, ezt érzést nem tanítanak. Az a tehetség. Így van. És ennek gondolatok jegyébe megköszönöm, hogy itt voltál, nagyon és hallgassuk meg a második dalodat, és szívesen látunk vissza akármikor, amikor jónak látod, hogy eljössz hozzá. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örültem. De meghaltam. Nem tudtam menni, és forgolódtam ágyamban. Később egy régi lány vigaszait hallgattam. Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam. Amikor elmentél, majdnem meghaltam. És Mario Lanza régi lemezeit hallgattam. És álmomban újra összebújva tangot táncoltam veled. Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam. De az élet szép, és a lemezgyárat felhívtam, és emlékül neked ezt a dalt hívtam. Oh-oh-oh. Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam.
miattad. Amikor elmentél tőlem, majd de meghaltam. De az élet szép, és a lemezjárat felhívtam. És emlékül neked ezt a dalt írtam. Oh-oh-oh. Amikor elmentél tőlem, majd nem meghaltam. Nagyokat ettem, és 40 szívot elszívtam. Egyszer még ittam is, pedig soha nem bírtam. Így amikor elmentél, tényleg majdnem meghaltam. De az élet szép, és a lemezgyáron felhívtam. És emlékül, neked ezt a dalt írtam. De az élet szép, és a lemezgyáron felhívtam. És emlékül, neked ezt a dalt írtam. De az élet szép, és a lemezgyáron felhívtam. És emlékül, neked ezt a dalt írtam. Kedves nézőim, a Tiviton Klub nyári szünetre megy. A következő hónapban, júliusban és augusztusban nagyszerű előadók legjobb dalait hallhatják ismétlésekben, itt nálunk a Tiviton Klubban. Új epizóddal szeptemberben találkozunk. A viszontlátásra kellemes nyári szünetet kívánok önöknek. Tan, szól a dal neked, énekeld velem a slágered. Köszöntelek benneteket, szeretettel, hát eddig nem nagyon hallottátok a hangomat, hát hagytam, hogy a Tiviton Klubunk szépen leforogjon, nagyon jó volt hallgatni újra, jó volt nézni a tévében a hatos csatornán, és most jó volt hallgatni, és közben megszólalt a dal, hát most leállítottam egy picikét, mert szeretném köszönteni Tibitont, itt van már velünk a vonalban, köszöntelek szeretettel. Szeretettel köszöntelek én is, Bebe, téged és a kedves rádióhallgatókat is, szerte a világban. Hát köszönjük szépen, hogy megint itt vagy velünk. Hála jó hát Istennek. Hát én örülök neki, hogy ismét itt lehet. Két hetente, ezt nem hagyjuk ki. Hát igaz, hogy majd lesz egy kis szünet szerintem, ugye? Úgy gondolom, hogy mintha mondtál volna múltkor valamit, hogy lesz egy kis nyári szünet nálatok is. Igen, igen. Júliusban és augusztusban új műsorral nem fog jelentkezni a Tiviton Klub, hanem az eddig felvett anyagokból válogatunk, és ismétléseket fogunk leadni, mint ahogy most 7-én, július 7-én vasárnap is az egyik már felvett epizódot fogjuk ismételni. Nagyon jó lesz az. Hát mi is majd leadjuk az ismétléseket szépen, és akkor el sehol sem maradnak el, sem a kedves nézők, sem a kedves hallgatók nem fogják... Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz, és nagyon jól fogják venni az ismétléseket is, a nézők is, és a hallgatók is, hiszen nem árulok el titkot azzal, hiszen már a plakátok mennek a közösségi médiákban, a Facebookon és egyéb helyeken, hogy azzal az epizóddal kezdjük az ismétlések sorát, ahol Buk Tibor volt a sztár vendégem. Igen, éppen néztem a plakátot. Igen. Mondjál nekünk valamit a közelgő eseményekről, légy szíves, hogy mit fogsz a szünetben például csinálni, hogy lesz újra hát székes? Most csak a tényleg a legközelebbi. Igen. Eseményekről beszéljünk, mert ugye beszéljünk a júliusi hónapról, ami hála Istennek nagyon-nagyon sűrű,
ettől függetlenül, hogy a televízióban csak ismételünk. Most hétvégén egy magánrendezvényen veszek részt, egy kedves kolléganőmmel, a Kondi Krisztával, aztán a jövő hétvégén, ami ugye 13-a, szombat, igen, a 13-án lesz az immár hagyományos Tibiton Retro Klub, itt Székesfehérváron, a Voke Művelődési Házba, Lövölde utca 46 szám alatt. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Aztán 20-án Erdő Telekre megyek, Peszternek a meghívására. Ott fogunk fellépni, tehát Erdő Telken, ez Kál mellett van, Erdőtelek, egy falu napon. Aztán 27-én, és ezzel zárom a júliusi program felsorolásait, ma is most csak a nagyobb dolgokat mondom a hétvégére elsőket, mert hétközben akad egy-egy kiállítás megnyitó program, ahova szintén felkéréseket kapok, hogy menjek énekelni. Tehát 27-énél tartottunk, 27-én pedig Sziget-Szentmártonba a Lorkapelle zenekarnak a szervezésében és meghívására megyek egy műsort adni Sziget-Szentmártonban, most hirtelen nem jut eszembe, hogy milyen étterembe, de mire az adásnak vége lesz, addig eszembe fog jutni, még bemondjuk. Rendben van. Hát ez nem lesz akkor nagyon sok pihenőt szerintem, de... Nem, hát mind hétről hétre mindig. Bocsánat, most súg nekem a kedves feleségem, hogy nem 27, hanem 26, júli 26, Sziget-Szentmárton lesz ez a fellépés, a Lorkapella zenekar meghívására, de még a vendéglőnek, illetve ennek az étteremnek a pontos nevét még mindig nem tudom, de majd eszembe fog jutni. Majd mondjuk még közben. Úgyhogy gazdag lesz a hónap programokban, és hűséges kísérőm, Ági mindenhova jön velem, és dokumentálja az eseményeket, a történéseket. Igen, aranyos és, nagyon. És aki kíváncsi a munkámra, a tevékenységemre, az a Facebookon és egyéb médiákon keresztül láthatja a fényképeket és a hangzóanyagokat, amik készülnek rólam. No, hát meghallgatunk most Tibitontól két dalt, és utána majd jövünk vissza még egy kicsit beszélgetni. Jön a Várni Rád és a Karolina, a nagyon nagy dalok, köszönjük neked, hogy hoztad nekünk. Jaj, Istenem, hát a Várni Rád, az ugye Fenyő Miklós nagy slágere, a Karolina pedig éppen most foglalkoztam vele behatóbban. No. Ugye mi itt szerte az országban, ugye Szécsi Pálnak tituláljuk ezt a gyönyörű slágert. Na most annyit kell róla tudni, hogy egy dél-koreai zeneszerző írta a dalt, és a magyar szövege fűződik, és a dal magyarul történő előadása fűződik Szécsi Pál nevéhez, és így kapta föl tulajdonképpen az egész ország, és így ismertük meg, tehát Szécsi Pál előadásában és magyar szövegével. Hát ezt nem is tudtam, hallod. Milyen jókat tudsz te itt mondani nekünk, látod? Hát most nagyon-nagyon kezdek kupálódni ezekből a nosztalgia retróslágerekből. Bár ezek a műfaji határok is nagyon érdekes, mert az idősebb korosztálynak sokkal régebbiek a nosztalgia és a retro dalok régebbre nyúlnak, igen, míg a fiatalabb korosztály az már gyakorlatilag a 2000-es évek dalait is retrónak titulálja, ami
az én értelmezésemben még annyira nem retro, de hát elfogadom végül is, mert egy jó dal az jó dal 2000-ben is, meg 1960-ban is. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy jó dal legyen. Így van. Jó zene legyen. No, meghallgatjuk ezt a két dalt, és jövünk vissza hozzátok. Egy elhagyott stégen ül a lábam lógatom, várni rád, rád. Oly nehéz egy éjjel át, várni rád, alakott karcsú, mint a nád. A telefonfülke ajtót nyitva ott hagyom, suttogtam, nevicsuttogtam Karolinát. Arra gondoltam, milyen jó lenne Karolinát, hogyha itt lenne mindig velem, ó Karolinát. Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel. Halkan suttogtam, nevicsuttogtam Karolinát. Vele alszom el, vele ébredek Karolinát. Ilyen szép kislány nincs a világon, mint Karolina. Karolina, Karolina, úgy várlak. Karolina, Karolina, úgy várlak. Gyere el hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Gyere el hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel. Halkan suttogtam, nevicsuttogtam Karolinát.
Arra gondoltam, milyen jó lenne, Karolina, hogyha itt lenne mindig velem, ó, Karolina. Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel, halka suttogtam, nevét suttogtam, Karolina. Vele alszom el, vele ébredek, Karolina. Ilyen szép kislány nincs a világon, mi Karolina. Karolina, Karolina, úgy várlak. Karolina, Karolina, úgy várlak. Gyere el hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Karolina, Karolina, úgy várlak. Karolina, Karolina, úgy várlak. Gyere el hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Gyere el hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél. Van egy nagy-nagy ideálja, az enyém te lettél. Egy bolondos ideája, az enyém te lettél. Mindenkinek van egy tévedése, jaj, nehogy te légy. Vigyázz, hogy szerelmes álmaink ne tépje semmi szét. Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél. Van egy nagy-nagy ideája, az enyém te lettél. Egy bolondos ideája, az enyém te lettél. Mindenkinek van egy tévedése, jaj, nehogy te légy. Vigyázz, hogy szerelmes álmaink ne tépje semmi szét. Jaj, nehogy te légy. Vigyázz, hogy szerelmes álmaink ne tépje semmi szét. Ne tépje semmi szét. Ne tépje semmi szét.
EDM. Táncolj velem, ó Lady M. Ne mondd, hogy nem, újra táncba hívlak én. Ma éjjel indulj el felém, addig kérlek, amíg nem jössz, Lady M. Ó Lady M, ó kedvesem, ó Lady M, ne mondd, hogy nem. Újból lázban ég a diszkó, kéne már egy régi tangó, hogy velem táncolj végre, Lady M. Táncolj velem, ó Lady M, ne mondd, hogy nem. Újra visszatér a tangó, újra lesz szerelmes szép szó, én megtalállak téged, Lady M. Ó Lady M, ó kedvesem, ó Lady M, ne mondd, hogy nem. Újra visszatér a tangó, újra lesz szerelmes szép szó, én megtalállak téged, én megtalállak téged, én megtalállak téged, Lady M. Egy perc az élet, ne menj tovább, ígérd meg drágám az éjszakát. Tán holnap elszáll a vágy, egy perc az élet, ölej csak át. Szemedben nézve lángra gyúl az ember, szívem azóta egy láva tenger. Mit ér az élet nélküled, szerelmem? Remegek én, légy az enyém, ne várj. Egy perc az élet, ne menj tovább, ígérd meg drágám az éjszakát. Tán holnap elszáll a vágy, egy perc az élet, ölej csak át. Miről beszéljek, nincs arra szó sem, hisz rajtad kívül nincs senki nékem. Ajkad megőrjít, mindenem te vagy már, ez a jelen, a szerelem, ne várj. Egy perc az élet, ne menj tovább, ígérd meg drágám az éjszakát. Tán holnap elszáll a vágy,
egy perc az élet, ölej csak át. Egy perc az élet, ölej csak át. Nyáron a Balaton idegen szótolaj hangos, hallod a Fiderzén, Gugyi Wing, bonjour, radios. Rüzselánk szerelmek szövnek pár hét is vége, épp ezért túlzottan neved a szíved igénybe. Ő Madridból jött el hozzám, s vele szép lett a nyár, bár spanyol tudásom csekély, mégsem hiányzott a szótár. Séta a vízparton, egy tánc, egy csók, ez volt minden. Szerette a zenét, a jó bort és főleg engem. Oly hamar jött és ment, akár csak nyáron a zápor. Itt hagyott egy kis dalt, mit nekem dúdolt vagy százszor. Taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 ta-ta-ta-tam. Ajjajjajjaj, taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 ta-ta-ta-tam. Sét a vízparton, kis flört, most már ennek vége. Nullnak a hónapok, halványul majd az emléke. De ez a dal itt cseng, és elkísér mindig engem. Eszembe jut majd ő, egy kicsit én is szerettem. Ő Madridból jött el hozzám, s vele szép lett a nyár. Bár spanyol tudásom cseké, mégsem hiányzott a szótár. Taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 da-da-ka-tam. Hai-ai-ai-ai, taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 da-da-ka-tam. Taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 da-da-ka-tam. Hai-ai-ai-ai, taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 da-da-ka-tam. Hai-ai-ai-ai, taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, 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 da-da-ka-tam. Hai-ai-ai-ai, taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam, taka-taka-taka-taka-ta-ta-tam. Na és újra itt vagyunk veletek élőben Tibitonnal. Tibiton, valahogy nem értettem az előbb azt a 26-ai, 27-ei szereplésedet, fellépésedet. Azt valahogy nekem elmondanád még egyszer, olyan süke bóka vagyok, látod? Hát, sőt, nem csak neked, hanem minden kedves hallgatónak elmondom még egyszer, mert... Hát igen. Tehát a 20, az egy ilyen torlódós hétvége lesz, az a 26-a, 27-e. A 26-a pénteki nap, a 27-e szombat. Mint ahogy már mondtam, ugye a 27-én szombaton lesz Sziget-Szentmártonban a Lord Capella zenekar meghívására egy fellépésem. Viszont 26-án a Szabad Művelődési Ház szervezésében itt Székesfehérváron csinálunk egy nagy produkciót. Végre eljutunk az Öreghegyi Művelődési Ház szabadtéri színpadára, és ott csinálunk Égi Dallamok címmel egy két órás koncertet, ami tulajdonképpen deklaráltan nosztalgia és retro dalokból áll, a közel és kevésbé közel múlt legnagyobb magyar
már sajnos nem élő, ugye az Égi dallamok a cím is erre utal, már legnagyobb magyar, de már sajnos az Égi zenekarban éneklő előadók legnagyobb, legszebb, legismertebb dalait vesszük elő, olyan előadókkal, mint Széve Linda, Gáti Pál, aztán Merics Niki, Merics Nikolett, és Szigeti Eszter, és azért akadtam meg egy pillanatra, mert tulajdonképpen az enyém egy ilyen nem hálátlan, mert tulajdonképpen hálás lesz ez a szerep, de énekelni is fogok, és én leszek az esnek a házigazdája, a konferenciéja, és hát ugye én szervezem össze ezt az egész műsort. Ez nagyon jó műsor. Tehát Égi dallamok címmel 26-án pénteken a helyszín az Öreghegyi Közösségi Háznak a színpada, a szabadtéri színpada. Hát és én már megint nem leszek otthon a franc karikában. És este 8-kor kezdődik, és ez egy 2 órás gyönyörű program lesz. Szebb dalokat hallgathatunk jobbnál jobb előadókkal. Hát várjuk majd a felvételeket, hogy akik nem tudunk ott lenni, ezt tudjuk. Hogyne, hát szervezzük a háttérbe, szervezzük. Reményeim szerint lesz élő Facebook közvetítés. Ó, ez nagyon jó. Talán emlékszel, hogy ezt már kísérleti jelleggel kipróbáltuk. Igen, néztük is, igen. Igen, és van egy nagyon fiatal és rátermett, és Kenny vágja ezeket az internetes dolgokat. Skoda Dávidnak hívják ezt a fiatal embert, 15 éves, és nagyon ügyesen szervezkedik itt a virtuális világban, és az ő segítségével nagy valószínűséggel, hogy létrejöhet ez a közvetlen kapcsolat az Öreghegyi Közösségi Ház színpadán, és hát az egész tulajdonképpen nem nagy képviség, azt mondom, hogy a Facebookon keresztül talán az egész világ láthatja. Így van. Amikor a cukrászta megnyitója volt, vagy valami. A Tibita Retro Klubnak itt Fehérváron, Székesfehérváron az Rinyi cukrászat az egyik szponzora, és a stabil szponzorunk, és amikor új üzletbe költöztek, akkor hát természetes dolog, hogy a Tibiton produkció pedig elment az új üzlethez, és ott csinált egy kis csinnadrattát, egy kis zenét, egy kis hangulatot vitt a boltnak a megnyitójába. Te jó is volt, olyan jó, végignéztük az egészet. Ennek nagyon örülök, és ez volt a kísérleti tesztüzem, igen, ugye ennek az élőadásnak a beüzemelésére, és nagyon nagyszerűen sikerült, úgyhogy ezt fogjuk követni, tehát minden Tibiton produkcióról fogunk készíteni élő adásokat is, úgyhogy akik szeretik az én zenémet, és szeretik azokat az előadókat, akik nálam megfordulnak, és én preferálom őket, és szeretem őket, azoknak akárhol élnek a Magyarország területén, vagy országhatáron kívül is, azoknak meg lesz a lehetősége, hogy real time-ba, vagyis azonos időben hallja és lássa, hogy mit művelünk mi a különböző helyszíneken és a produkciókban. No hát várjuk nagy-nagy szeretettel majd ezt a műsorolat is, és most meghallgatunk tőled 2 dalt, egy jó asszony és a Szeres úgy is, ha rossz vagyok. Ezekről ha mondanál egy pár gondolatot. Hát ez mind a kettő ugye Jimmy dal. Igen. Egy jó asszony és a Szeres úgy is, Kaszás Péter szerzeménye, és Zámbó Imre, azaz Jimmy-nek a szövege. Annyit kell még róla elmondani, hogy az Egy jó asszony mindent megbocsát című dal. Van egy nagyon kedves házas pár, Földim, én csak úgy hívom őket, hogy Földim, Krelik Pál,
és Relikné Marika, ők Tatán élnek, és amikor egyszer-egyszer meghívást kapok Tatára, mondjuk nem olyan régen voltam a Tóth Mikinek a klubjába, akkor mindig ezt a dalt kérik tőlem, ez a kedvencük, ez az egy jó az, hogy mindent megbocsát, és én nagyon szívesen énekelem nekik. Hát szépen. A szeress úgyis, meg... Ha rossz vagyok, bocsánat, de összekeverem itt a daloknak a szövegét. Hát akinek ennyi dolog van a fejében. Tehát képzelheted, hát néha összevesznek a szavak. Na hát, úgyhogy erről a két dalról most hirtelen ennyi jutott eszembe, legyen is elég ennyi felkonferálás a két dalnak, és akkor hallgassuk a dalokat. Hozzuk is. Jó. Az éjszaka, jó a társaság. Későn mentem csak haza, nem vigyáztam rád. Mindig megbocsát nekem, most is megbocsát nekem. Egy jó asszony mindent megbocsát, és te jó vagy velem, kedvesem. Után, csak pár év talán, már szívté fakult, hogy rosszul tanult egy gyermek, még bánt a szó, én nem voltam jó, még most sem vagyok, vannak őrült napok és percek.
szeress úgy is, ha rossz vagyok, ezt majd mindig visszakapod. Szeress úgy, mint egy gyermeket, hisz az vagyok. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled. Késő ma már, a mesék után, hogy nem változom, ezt tőled tudom, nem megy. Vannak napok, hogy őrült vagyok, de késő talán maradok már gyermek. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, ezt majd mindig visszakapod. Szeress úgy, mint egy gyermeket, hisz az vagyok. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled. Késő ma már, a mesék után, hogy nem változom, ezt tőled tudom, nem megy. Vannak napok, hogy őrült vagyok, de késő talán maradok már gyermek. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, ezt majd mindig visszakapod. Szeress úgy, mint egy gyermeket, hisz az vagyok. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, ezt majd mindig visszakapod. Szeress úgy, mint egy gyermeket, hisz az vagyok. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled. Ma ragyog a világ, ma kacag a kilát, ma minden az enyém, ami szép itt e földön. Ma mosolyog az ég, ma minden olyan szép, a sorsnak e mesét. Köszönöm, köszönöm. Mese autóban színezüst erdők során, repülünk a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyémánt porán, repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tán a volánt. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján. Ma ragyog a világ, ma kacag a kilát, ma minden az enyém, ami szép itt e földön. Ma mosolyog az ég, ma minden olyan szép, a
sorsnak emesít. Köszönöm, köszönöm. Mese autóban színezüst erdők során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országút csillogó gyémánt porán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tám a volánt. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján. Énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, aggasztjánokat. Hallják hát, hallják hát az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még koroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. La 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 la. Egy évesek, két évesek, énekeljetek. Harmincasok, negyvenesek, táncra feljetek. Ötvenesek, hetvenesek, ti is jöjjetek. Darra fel, most így mondjátok el. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. La 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 la. Jó hírt én úgy öregbítek, hogy énekelek. Jöjjetek hát öregbitek, énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem. Teljes lesz az én dal seregem. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. La 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 la. La 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 la. Virágeső bújjon reál, köszöntse fény lábad nyomát. Amerre jársz, te rólad suttogjon a szél, suttogja azt, hogy drágább vagy mindenkinél. Virágeső bújjon reál, legyen tiéd a boldogság. Legyen tiéd minden álmom, hidd el már csak arra vágyom, hogy amíg élek mellettem legyél. Mert ennél szebbet semmi nem ígér. Thank you.
virágeső újjon reál. Legyen tiéd a boldogság, legyen áldott minden lépted, én csak annyit kérek, és imádkozom minden percedért, mert senkivel sem élhettem így még. Mert senkivel sem élhettem így még. Ma is újra itt vagyunk élőben Tibitonnal, hát sajnos, mint minden jónak egyszer vége szakad, hát a beszélgetésünknek is, de majd fogjuk folytatni ott, ahol abba hagytuk. Én nagyon szeretném megköszönni Tibitonnak, hogy ma is itt voltál velünk, és hát várunk vissza, tudod, mindig nagy-nagy szeretettel. Hát én meg nagyon szeretném megköszönni, hogy ismét együtt voltunk itt az éterben, és óriási meglepetés volt, amikor elmondtad, hogy milyen sokan hallgatják a műsort, és egyenként hagy köszönjem meg innen Székesfehérvárról annak, aki esetleg innen az országból, Budapestről, Debrecenből, vagy a határon túlról, Romániából, Székelyföldről, vagy akár Ausztriából, vagy Ausztráliából hallgat minket, mert már ilyen is volt, hogy veszi a fáradtságot, és rákapcsol erre a bizonyos rádióra, és minket hallgat. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki hallgatott minket, és neked is köszönöm, Böve, hogy ismét együtt beszélgettünk ma este. További szép estét kívánok, és viszont látásra. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és majd találkozunk újra. Úgy legyen. Úgy bizony. Mondanám, most is gondolok rád, ugye nem hinnéd el nekem? Ha azt mondanám, gyere bújj most hozzám, vajon megtennéd-e kedvesem? Vannak dolgok a földön, miket újra élnék szívesen, és ha rajtam múlna újra meg újra, csak te lennél velem. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Talán emlékszel még, milyen zord volt a tél, mégis forró lett sok éjszakánk. Aztán eljött a nyár, és ez most is úgy fáj, hiszen akkor volt a búcsúzás. Vannak dolgok a földön, miket újra élnék szívesen, és ha rajtam múlna újra meg újra, csak te lennél velem. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Hát majd fogjuk folytatni
majd nagy szeretettel várjuk Önök már, kivitontolj gyertyát, majd kivitont engem nem lehet. Fogadjátok szerettel a dalokat. Azokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Mindazokért, akik elzárkóznak a jótól, akik nincsenek itt, s nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Égig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, hogy sohasem múljon el. Égig érjen a fény egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre várt. Azokért, kik ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek, otthon rég nem vár már, és mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Mindazokért, akik nem vették még észre, örök bilincs kell minden fegyvert fogó kézre, és mindenkiért, aki nem hiszi ezt, mindenkiért egy-egy gyertya égjen. Hogyha Darius lennék, talán egy Alfa Romeo-t vennék, de azért csak Alfa Romeo nem lennék, ne félj! Egy Alfa Romeo, véled lenne benne jó. Bámulnánk, ami húj, hajtanánk. És megjött az Alfa Romeo, nagyon jó kis dal. Fújnál a szél, ám egy Alfa Romeo, lásd, bennékünk nem való. Álmodó szívünk már, csókok szárnyai jár, így autóval távol a cél. És ezután engem csak szeretni kell. Kocsit vétek, lásd-e, hogy lassú ez nekünk, kérlek, rakét a gyorsaság való szerelmünk közt áll. Egy Alfa Romeo, véled lenne benne jó. Bámulnánk, amíg új, hajtanánk, gyerünk, júj, göndördús hajad, fújná a szél. Egy Alfa Romeo, lásd, bennékünk nem való. Álmodó
ragyogó szívünk már csókok szárnyai jár, így autóval távol a cél. Szerelem, ami kell, ami hiányzik nagyon, keresem, mitől könnyű lesz az élet. Volt rég, van még, én erről álmodom, az kell, és semmi más nem kérek. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel, ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Szerelem, ami kell, vele mindent megtehetsz. Keresem, mitől könnyű lesz az élet. Volt rég, van még, én erről álmodom, az kell, és semmi más nem kérek. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel, ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. A következő dal pedig küldöm minden kedves külsős hallgatónak a csefalra. Szóval mindenkinek, Tibitontól egy szál harangvirág, és utána jön a búcsúdalunk. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Egy szál harangvirág, ennyi csak mit adható, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Nem nagy dolog, mondhatja más, te tudod jó, de mit tegyek? Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet. De látom téged, csak a virág érdekel. Mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok? És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Téged
csak a virág érdekel. Mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok? És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Eljött az esti csillag, igen, elmúlt a nap. Eljött a búcsú perce, csak egy emlék maradt. De talán, talán egy szép napon majd megint találkozunk. Ha hívsz, ha vársz, mi visszajövünk. És köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és Tibétonnal várunk majd benneteket nagy-nagy szeretettel. Hogy mikor lesz újra Tibéton Klub? Hát majd két hét múlva ugyanis, de amikor újra én majd a Tibéton Klub, újra kezdjük előről az egészet, illetve nem kezdjük előről, hanem folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, és a Zenesziget Parti DJ Rádiót választottátok. Az éjszaka újra csendes, igen, elmúlt a nap. De mielőtt még elmennél, gyere, tanuld meg ezt a dalt. De talán, talán egy szép napon majd megint találkozunk. Ha hívsz,